A Tiszafüredi Református Egyházközség november 5-én az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének 61. évfordulója alkalmából közös megemlékezést szervezett a Kálvin Közösségi Házban. Az istentisztelet utána jelenlévők égő mécseseket helyeztek el a Kispál téren levő új 1956-os emlékműnél. Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének 61. évfordulója a Nemzeti Gyásznap alkalmából került sor az ünnepi megemlékezésre, amelyet a Tiszafüredi Református Egyházközség Kálvin Közösségi Házában tartottak meg. Az istentisztelet Szabóné Varko és Zsuzsanna nagytiszteletű asszony szolgálata volt. Kegyelem néktek és békesség! E szavakkal kezdte meg a prédikációt a lelkipásztor, majd dicsérettel és közös imával folytatódott a szertartás. Nagytiszteletű asszony Isten igéjét János evangéliumának 20. fejezetéből olvasta fel. Magdalai Mária életéből idézte azt az eseményt, amikor Jézus anyja tanúja volt a feltámadásnak. Mária elment Jézus ideiglenes sírjához, ahol a sírboltban csak két fehér ruhás angyalt talált, majd Jézussal találkozott, aki a nevén szólította. Az elmúlt napokban sokan tettek úgy, mint Magdalai Mária, vagyis felkeresték a temetőben szeretteik sírját, virágokat helyeztek el a sírhanton, és könnyes szemekkel álltak a sír mellett. Isten több módon szólít meg bennünket, hogy elmondja, nem hagyott magadra. Életünk fordulópontja, ha személyesen találkozunk a megfeszített Jézussal, aki az életünk formálója, vezetője, mondta a lelkész. Engedelmeskedni, alázatosnak lenni nem könnyű, de ezt megtanulhatjuk az Úr Jézustól. Nagytiszteletű asszony utalt az 1956. november 4-i eseményekre, ahol biztosan sokan voltak, akik zokogtak, akik elveszítették reményüket. Tanuljunk elődeink hibáiból, segítséget nem várhatunk csak felülről, a mindenható Istentől. Kedves gyülekezet! Az Isten tisztelet elején felolvasott ige egy síró asszonnyal kezdődött. Aztán a végén ugye ebből az asszonyból egy boldog, örömteli nő lett. És miközben készültem a ma délutáni Isten tiszteletre, ige hirdetésre, eszembe jutott, hogy ugye tegnap volt nemzetünk egyik gyásznapja, hogy 1956. november 4-én bizonyára nagyon sokan voltak, akik zokogtak. A szovjet csapatok bevonulása volt. A szétlőtt házak és az utcán heverő holtestek látványától. Később aztán sokan sírtak, elkurcolt vagy kivégzett hozzátartozójuk miatt. És azok is sírtak, akik arra kényszerültek, hogy elhagyják a hazájukat. Azon a napon nagyon sokan elveszítették a reményüket a napokkal korábban kivívott szabadság megtartására. 1956. november 4-én emberi életeket egy nemzetet áldoztak fel a hatalmi érdeke oltárán. Sokan kérdezik, hol van ilyenkor az Isten? Ezekért a tettekért az ember felelős, aki enged a gonosznak és kiszolgálja azt. A gonosz célja pedig az, hogy mindent elroncson, hogy az embereket egymás ellen fordítsa, hogy elvonja az emberek tekintetét az Isten törvényéről. Ezért aztán legyünk éberek, és tanuljunk elődeink hibáiból. Nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy segítséget senkitől sem várhatunk. Ezt a történelmünk is több ponton igazolja, sem egyéni, sem nemzeti tekintetben, csak is felülről, a mindenható Istentől. Igenis ragaszkodnunk kell keresztény gyökereinkhez,
Igenis, személyes kapcsolatba kell lépnünk Krisztussal, mert nemzeti megmaradásunknak is ez az álva. A mai estén kegyelettel emlékezzünk azokra, akik megnevesítve vagy névtelenül az életüket adták és küzdöttek a szabadságunkért, és azért, hogy gyermekeiknek egy jobb jövőt biztosítsanak. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Úrunk Istenünk, egyedül Te ismered az életünket, annak minden részletét. Te látod bánatunk okát, szomorúságunkat, bűneinket. És Te látod örömeinket és sikereinket is. Kérünk, hogy fedd fel előttünk mindazt, ami felszínes az életünkben, és erősítsd a hitünket, pótold ki kegyelmeddel fogyatkozásainkat. Engedd megismernünk mind jobban szent fiadat, hogy egyedüli reményünk ő legyen most és örökkön örökké. Segítsen minket téged dicsőítő életre. Rád bízzuk életünket, szeretteinket, gyülekezetünket, egyházunkat, népünket, egész nemzetünket, határainkon belül és túl. Kérünk, tarts meg minket erős kézzel. A mi Urunk Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Az Isten tisztelet a jelenlévők közös imádságával és a himnusz hangjaival fejeződött be. Ezután a jelenlévők égő gyertyákkal vonultak át a Kispál térre, ahol egyenként helyezték el a kis mécseseket az október 23-ai koszorúk mellé. A kis csoport ezt követően imával és főhajtással tisztelgett 1956 áldozatai előtt.